Augusztus 20-án az államalapítás és Szent István napján, valamint a Magyarok Kenyerő ünnepe alkalmából számos program a szervezet Kecskemét megyei jogú kormányzata, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bácskiskonvár megyei szervezete. Augusztus 20-án 18 órakor a Szent István szobor előtti területen tartanak megemlékezést, ahol ünnepi beszédet mond dr. Szabó Ildika, Petőfi Sándor katolikus általános iskola és Óvoda igazgatója. A magyarok Kenyere programot Göbölyös Károly a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarabás Kiskun vármegye szervezete vidékfejlesztésért felelős alelnöke ismerteti majd a résztvevőkkel. A kenyér áldást László görög katolikus lelkész Dr. Finta József érseki helynök, római katolikus plébános, Hajdusz Mala Patrik evangélikus lelkész, Szabó Csengele unitárius lelkész, valamint Varkanándor református elnök lelkész mondja. Az ünnepi műsorban közreműködnek a Kecskemét Tánc Együttes táncosa és Lackó András, a Petőfi Sándor Katolikus Általános Iskola tanulója. A híres Agora Kulturális Központ szervezésében augusztus 20-án 14 órakor a színes szőttes nemzetközi táncelőadását láthatják az érdeklődők. 17 órakor megismerhetik a Városháza dísztermében a híres hét 90 évét. 20 óra 15 perckor sor kerül a híres hét fesztivál ünnepi és mennyitójára a főtéren. 20 óra 30 perckor pedig a Szájfel Szabadmadár koncertsó kezdődik a főtéren.